Népművészeti boltokba jártam, és ott láttam goblinképeket, és nagyon megtetszett, és így próbáltam meg azt, hogy vettem először egyet, és utána folyamatosan mindig többet és többet. És mi alapján választod ki, hogy milyen képet fogsz készíteni? Az az igazság, hogy ha a lakásomba készítem a képeket, a lakásom stílusához próbálok venni képeket, és az alapján próbálom meg minél szebben és minél jobban kivárni. Mennyi idő egy ilyen kis képet mondjuk elkészíteni, például a Mici mackósat? A Mici mackós, hogyha ha van az embernek egy 2-3 óra ideje, amit folyamatosan tud varni, akkor a nagyobbik Mici mackós az két nap alatt megvan, de a kisebb képek azok egy nap alatt. Melyik volt ez a munkád, ami a leghosszabb ideig tartott? A leghosszabb ideig az alpesi tájkép, a nagy alpesi tájképes képen volt, mert nagyon aprólékos, sok kis minta van benne, és nagyon nehéz volt kivarni. Előfordult, hogy megváltoztattad azokat a színeket, amelyeket előírtak? Igen. Volt olyan, hogy a képen erősebb volt, és én halványítottam, vagy volt olyan, ami halványabb volt, és erősítettem azzal, hogy szebb legyen a kép is. És eladásra, ajándékba milyen gyakran készítesz képeket? Volt már megrendelésre is csináltam, de leginkább a szüleimnek, a rokonoknak és a barátoknak csináltam ez idáig. És mik a távolabbi terveid? Gondolom ez az első kiállításod. Ezek a képek otthon láthatóak a falaidon? Igen, a képeknek a háromnegyed része az nálam van otthon a lakásban, a többi barátoknál, szüleimnél, rokonoknál. Természetesen az első kiállításom révén most még csak próbálkozom. Ha tetszik és felkérnek, nagyon szívesen állok bárkinek a rendelkezésére. Mi adta az ikletet, hogy csinálj egy ilyen kiállítást? Voltam több kiállításon, láttam már goblin kiállítást, és láttam már festmény kiállítást, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Tehát megmutatom azt, hogy mi az, amit én tudok, és mi az, amit én csináltam. Erre sokan kíváncsiak is voltak. A megnyitón megtelt a terem érdeklődőkkel, barátokkal és műkedvelőkkel. A kiállítást Potocki Iván, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg, aki nagyra értékelte a fiatal édesanyja lelkesedését, kitartását és a művészetek iránt érzett szeretetét. Az estét Márton Ágnes és Bach Éva által elszavalt versek és Lajtainé Szabó Katalin hegedűjátéka tette még színesebbé. Az élet különböző területeiből merített képeket szeptember 20-áig tekintheti meg a Dunakömlődi Faluházba látogató nagy érdemű.